Tocsik 800 milliós sikerdíja, a Postabank hitelszerződések, a Cuslág ügy. Néhány a legnagyobb magyar korrupciós botrányokból. Mára a statisztikák azt mutatják, országunk nemzetközi korrupciós megítélése stagnál vagy romlik. A botrányok nem csak a hazai lakosság körében okoznak felháborodást. Ez a külföldi befektetőknek mindenképpen egy rossz üzenet. A korrupció az egy nagyon komoly versenytényező. Egy ország versenyképessége szempontjából azt is vizsgálják, hogy az adott állam rendszereiben mennyire van jelen a korrupció nap mint nap. Az állami számvevőszék uniós forrásból nyert pénzből szeretne egy integritás alapú közigazgatási kultúrát meghonosítani. Integritás, azaz tisztaság, érintetlenség. Ennek érdekében elsőként felmérést végeznek, amelyet az ország 13.500 költségvetési szervéből 4.131-hez küldenek el. A 155 pontos kérdéssor azt vizsgálja, felmerül-e a korrupció veszélye a hivatalokban és az intézményekben. Nyilvánvaló a közbeszerzéseknél lehetnek gondok, az uniós pénzek elosztása, ez ugye szűkebb szervezet, a felhasználása az egy bővebb szervezeti kör, a hatósági tevékenységeknél szintén lehetnek problémák, hát aztán a szolgáltató tevékenységekről, közszolgáltatásokról ne is beszéljünk, mert egy csomó helyen igazándiból a kínálat szűkösebb, mint a kereslet, tehát nyilván ott is lehetnek ilyen veszélyek. A kérdőívek kitöltése nem kötelező, de mindenképpen profitálnak a felmérésben résztvevők, hangzott el a nyíregyházi konferencia utáni tájékoztatón. A projektet bárki nyomon követheti a www.integritas.az.hu weboldalon. A kérdőíveket áprilisban dolgozzák fel, az adatokat májusban hozzák nyilvánosságra. Ezt egy második felmérés követi majd, és a tervek szerint az állami számvevőszék 2012. márciusában tesz javaslatot a jogalkotónak.